Üdvözöllek benneteket! A mai órán a törtek összehasonlításával fogunk foglalkozni. Azt kell tehát eldöntenünk, illetve megoldanunk, hogy két adott tört közül melyik lesz a nagyobb, kisebb, vagy esetleg egyenlőek lesznek-e. Ahhoz, hogy bármely esetben meg tudjuk határozni a közöttük lévő viszonyt, a törtek típusából fogunk elindulni, tehát azt fogjuk először is figyelni, hogy milyen típusú törtünk van, és az alapján fogjuk meghatározni, hogy melyik a nagyobb, melyik a kisebb, vagy esetleg egyenlőek-e. Az első típusunk, amikor is valódi törtek összehasonlítását fogjuk végezni, mégpedig olyan törteket, ahol azonosak a nevezők. Tehát az első kis feladatunk, hasonlítsd össze a következő két törtet. Íme itt találunk két törtet, az egyik tört 3/4, a másik pedig 1/4. Hogyan fogjuk meghatározni ebben az esetben, hogy melyik tört a nagyobb? Hogy könnyebben megértsük a problémát, vegyünk egy hasonló szituációt, vegyünk alapul egy pizzát. Íme. Ezt a pizzát, mivel ugye a törteknél azt mondja, hogy 4 részre kell felosztani. Tehát én most fogom is ezt a pizzát, fölbontom, elfelezem először is, majd azokat a feleket is még felezem, tehát így felosztottam 4 részre. Nézzük, hogy az első esetben ebből a pizzából hányat veszek. Ugye 4 részre osztottam, 3-at veszek, tehát legyen ez az egyik rész, másik rész és a harmadik rész. Míg a másik esetben csak egyetlen egy részt fogok venni, ez pedig ez. Hát így már könnyen össze tudjuk hasonlítani, hogy melyik esetben járunk jobban, ha ezt a 3 darabot megesszük, vagy pedig csak ezt az 1 darabot. Láthatjuk, hogy az a nagyobbik rész, ahol ugye több nagyobb volt a számláló. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a 3/4 ez ebben az esetben nagyobb, mint az 1/4. Oda is tudom tenni a megfelelő jelet, tehát a 3/4 nagyobb, mint az 1/4. Ugye a jel mindig arra felé szúr, amelyik a kisebb. A nagyobb sajnos elnyomja a kisebbet, tehát a 3-as nagyobb, mint az 1-es. Nézzük akkor, hogy ez általánosságban hogyan fog kinézni. Ezzel kapcsolatban akkor most egy definíciót is fölírhatunk. Két azonos nevezőjű tört esetén az a nagyobb, amelyiknek a számlálója a nagyobb. Tehát, ha a törtek azonos nevezőjűek, egyszerűen csak megnézzük a számlálókat, és amelyik számláló nagyobb, az a tört lesz a nagyobb. Ha leírtuk ezt a definíciót és megegyeztük, akkor ennek alapján próbáljuk megoldani a következő feladatokat. Hasonlítsuk össze a 2/7-et és az 1/7-et. Hát ugye a nevezők egyformák, 7-7, akkor figyelem a számlálókat. Az egyiknél 2, a másiknál 1. Ahol a nagyobbik számláló található, jelen esetben a baloldali törtnél, tehát a 2/7-nél, az lesz a nagyobb, tehát odaírhatjuk, hogy a 2/7 nagyobb, mint az 1/7. Vegyünk még egy példát. 5/11, illetve 10/11 nevezők egyformák, figyelem a számlálókat. A jobboldali törtnél ugye a 10 nagyobb, mint az 5. Éppen ezért a 10/11 nagyobb lesz, mint az 5/11. Nézzük akkor a megfelelő jelet, ugye a nagyobb mindig lenézi a kisebbet, tehát ezért van a nyílnak a hegye a kisebbik felé. És vegyünk még egy példát. 3/18, illetve 2/18. A nevezők egyformák, figyelem, hogy melyik törtnek nagyobb a számlálója. Láthatom, hogy a 3 nagyobb, mint a 2. Tehát ezek szerint a 3/18 nagyobb, mint a 2/18, tehát a megfelelő jelet oda tudom tenni. A nagyobb lenézi a kisebbet, tehát a 3/18 nagyobb, mint a 2/18. Tehát ezek alapján meg tudjuk most már határozni, hogy két azonos nevezőjű tört esetén melyik a nagyobb, egyszerűen csak figyeljük a számlálókat, amelyik számláló nagyobb, az lesz a nagyobb tört.